Köszöntöm a Hit magazin nézőit. Vallási műsorunk mai adásában többek közt a kezdődő nagybőjttel foglalkozunk bővebben. Tartsanak velünk! Városunkban is megrendezték a házasság hetét. A pécsieket számos program várta, amelyeknek központi gondolata az volt, hogy érték a házasság és érték a család. A házasság hetét tanúságtétellel, felvonulással és szentmisével zárták a hívek. Közel fél száz házaspár gyűlt össze a pécsi Széchenyi téren, hogy imádsággal és énekkel kísérve sétáljanak át a ferences templomba. Ezzel a felvonulással zárult a február közepén megrendezett házassághete pécsi programja. A közös tanúságtételen fiatal házasok épp úgy részt vettek, mint azok, akiknek kapcsolata akár évtizedes múltra is visszatekint. 2019. szeptemberében kötöttünk házasságot, számomra nagyon fontos a házasság és azon belül a katolikus házasság, több házassághete. Nem, több programon is részt vettünk. Szerintem fontos ezt megjeleníteni, nem csak a négy fal között, hanem nyilvánosan is. Azért jöttünk, hogy nyomatékot adjunk és bátorítsunk minden házaspárt, hogy igenis merjük felválni azt, hogy bár nagyon nehéz ebbe a rohanós világba helytállni és hűségesnek lenni egymáshoz, de mégis Krisztus segítségével mi nap mint nap ezt a küzdelmet megtesszük. A házasság hete országos rendezvénysorozat vallási nézetektől függetlenül várta mindazon érdeklődőket, akik kapcsolatuk és házasságuk érdekében kívánnak tenni, ismereteket szerezni. Ám a felekezeti függetlenség mellett nagy hangsúlyt kapott a szentségi házasság fontossága. Szeretnénk a felvonulással, a közös imádsággal, közös énekkel ezt a jó hírt felmutatni, hogy hiszünk az elköteleződésben, a döntés erejében, és abban is hiszünk, hogy a családnak nagyon fontos üzenete van. A család intézményének, a házasság intézményének fontos üzenete van a ma embere számára is. Hisszük, hogy fiatalok akkor fognak nagyobb bátorsággal elköteleződni, hogyha látnak példákat, ha látnak boldog párokat, boldog házaspárokat. Ezt az örömöt szeretnénk felmutatni. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A házasság nem csak a házasság hetén fontos, hanem az évnek ugye minden napján. És mivel Isten kitalálta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, hanem társat teremt hozzá, ezért Isten házasságba gondolta el egy férfi és egy nőnek a kapcsolatát, szövetségét. És hát bizony az ember elindul ugye a házasságnak az útján, de hát az folyamatosan arra szorul, hogy azért a port letöröljük róla, hogy azt ápoljuk, hogy azt a szeretett közösséget megéljük. Úgyhogy jó, hogy van egy hét, amikor különösen is tudunk ugye fókuszálni a házasságra. Én úgy gondolom, hogy ezek csak inkább megerősítenek bennünket abban, hogy nem csak egy évben, hanem az egész életünkben a házasságunk csak egyre jobban erősödjön, mert én hiszem, hogy a szerelem az nem múlik el, és nem fog, ahogyan szokták mondani, hogy egyfajta szeretetté ugye átalakulni, hanem szerelem és szeretet az örökké fog tartani. A délután zárásaként a házaspárok közösen sétáltak át a ferences templomba, ahol a Szent Misén áldást kaptak kapcsolatukra. A házasság hetének része volt az évek óta népszerű vitaest is, amikor arra biztatták az érdeklődőket, szóljanak be a papnak. A Baranya megyei család esélyteremtő és önkéntes ház rendezésében a Magtár Látogatóközpontban római és görögkatolikus, valamint református lelkipásztorokat lehetett kérdezni a házasság témakörében. Minek a házasság? Tette föl Nagy Péter moderátor a bevezető kérdést, majd az elköteleződésről, a feladatvállalásról és az életre szóló igen. Erről beszélgettek kötetlen hangulatban a hallgatóság téma felvetései alapján. Pécsre látogatott Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita. Magyarországon csupán három görögkatolikus egyházmegye működik, Miskolc, Nyíregyháza és Hajdú Dorog központtal. Városunk a távoli települések közül az utóbbihoz tartozik. A távolság miatt különleges az érsek látogatása a szorvány gyülekezetben. Kocsis Fülöp elsőként vecsernyét ünnepelt a helyiekkel. Beszédében a közelgő nagybőjt fontosságáról és feladatairól szólt a híveknek. Az érsek a közös imádságon túl szívesen beszélgetett a közösség tagjaival, hiszen, mint mondta, nagyon fontos, hogy a hitet közösségben éljék meg a tagok, ezzel válik élővé a vallás.
Vecsernyét ünnepel a pécsi hívekkel Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita a Xaveri Szent Ferenc templomban. Bár a szertartást egy munkanap délutánján mutatták be, a hívek szinte megtöltötték a kis templomot, hiszen az érsek látogatása különleges esemény. Fülöp atya elsőként a pécsi görögkatolikusokkal találkozott a több száz kilométeres utazás után, csak ezután vállalt más találkozókat és felkéréseket. Mivel a görögkatolikus egyház az ország keleti felében elterjedtebb, nem meglepő, hogy a három görög egyház megye központjai is tőlünk távol eső városok, Miskolc, Nyíregyháza és Hajdúdorog. Pécs szorványtelepülésként ez utóbbihoz tartozik, ám a távolság ellenére Kocsis Fülöp érsek igen jól ismeri a Pécsen szolgáló atyákat, és a felekezet híveivel is közvetlen kapcsolatot ápol. A pécsiek azok, akik egyik legmesszebb vannak a hajdúdorogi központtól, de csak földrajzilag. Örülök annak, hogy az itt szolgáló atyák, kedve már egyébként Szántai Miklós Máté atyától kezdve, Tibor atyán keresztül, aztán Bodogán Laci atyán át egészen a mostani itt szolgáló Zaját Gábor atyáig, hogy mindenki lelkesen dolgozott, de azért biztosan azért, vagy az is szerepet játszik ebben, hogy a pécsiek között nagyon sok lelkes görög van, és illetve érdeklődők is ide találnak. Az is jó, örülök annak, hogy az egyik atya mindig épít az előzőnek a munkájára, így aztán azt mondható, hogy tényleg szép építkezés folyik most már évtizedek óta itt a pécsi görögkatolikusok között. Amire én Gábor atyának fölhívom a figyelmét, túl azon, hogy egy kis intézményi bővülés is van, hiszen most már itt az Alajos utcában sikerült megvenni egy közösségi házat, és azóta a közösségnek is van tere, ahol össze tudnak jönni, nem itt mindig a templom előtt, a szabad ég alatt, vagy a parókián tudnak csak találkozni. Kollégiumot is szerettük volna elindítani, és valószínű, hogy lesz majd erre tovább lépés ebben az irányban. De ez csak a külső, ez csak a látszat. Intézményeket létrehozni, fölépíteni, átvenni, újat indítani, ez a legkönnyebb, hogy úgy mondjam, nem könnyű, de ez sokkal könnyebb, mint a lelki építkezést tovább vinni. Hiszen a lelki építkezés, vagy a lelki kapcsolat sem annyi, hogy vasárnap elmegyek a templomba, hétköznap valamennyit imádkozom, és akkor ezzel elégedje meg a Jóisten. Hanem mindig több és többet kell adni az Úristennek. Nem azért, mert ő mindig többet követel tőlünk, hanem tudja jól, hogy azáltal gazdagodunk, minél inkább élő és fejlődő a hitünk. És ez igaz a személyre is, és igaz a közösségre is. Tehát a közösség is akkor él, hogyha a hit élete, az ima élete, a lelki élete is fejlődik. Ehhez szertartásokra, tanításokra, közös imádságokra van szükség. Én úgy látom, hogy ebben is azért van szép építkezés, fejlődés, erre buzdítom a atyákat, most Gábor atyát, hogy legyen ebbe bátor. Nem sokaság, hanem lélek, ugye így mondja Bersenyi. Nem arról van szó, hogy minél több ember legyen itt, hanem akik itt vagyunk, minél mélyebb lelkülettel forduljunk az Úristenhöz. Ez erre tud építeni az egész város, az egész közösség, akik esetleg nem is jönnek, vagy nem is hallottak róla. Az imádságunk keresztül az Isten jelenlétét, az Isten erejét tudjuk ide lehozni, vagy itt továbbadni az embereknek. Az érsek a vecsernyén az akkor még közelgő nagy böjtről beszélt a híveknek. A böjtöt vegyük minél komolyabban, és minél lelkibb módon. Vagyis ne féljünk a nehezebb böjtől, mondjuk egy nap kenyérrel is vízen, egy pénteki napon például. Nem kibírhatatlan, de olyan átalakult lelkületet ad az ilyen komoly böjt, ami semmi más módon nem megszerezhető, és akkor az imádság is mélyebb. Tehát, hogy ne féljünk a böjtől, de jó, hát lehet, hogy ez túlzásnak tűnik. Egyébként nem az, vagy az, hogy húsmentesen éljen valaki. És ez nem azt jelenti, hogy annál akkor fifikásan milyen halételeket találunk ki, jobban finomakat, drágábbakat, hanem valóban az egy lemondás legyen, egy édességről való lemondás. De csak az egyik része. A böjtön mindig legyen imádság. Mindig tegyem hozzá, Uram, ezt neked adom. Ne feledkezzek meg arról, nehogy összekeverjem a diétával vagy a fogyókúrával, mert ez nem az. Ez az Istennek fölajánlott cselekedet, amely imádság.
Ugye a diéta az nem imádság, az magamnak szól, hogy csinosabb legyek, vagy a fogyókúra. Ez az Istennek szól, és minél lelkibb, annál könnyebb megtenni. Úgyhogy én erre buzdítom mindig főként a görögadósokat, de másokat is, akinek nyitott a fülük erre ezt meghallani, hogy ne féljünk a bőjtől, és amit vállalunk, az lelki munka legyen, imádság legyen, az Istennek adjuk oda. Szeptemberben szervezik meg a fővárosban az Eucharisztikus Világkongresszust, amelyet legutóbb 1938-ban tartottak hazánkban. A kenyér és bor színében megjelenő Jézus tisztelete a görög rítusú szertartásban is kiemelt szerepet kap. Ez az előkészületi idő, vagy ez az időszak arra serkentsen, abban segítsen minket, hogy kialakítsuk, hogy elmélyítsük a helyes eukarisztikus szemléletet. Szinte minden prédikációnkban van egy ilyen buzdítás a paptestvérek irányában, hogy minden prédikációban térjenek ki erre, hogy mit jelent az eukarisztia. És kiderül, hogy minden szentírási szakasz, minden lelki tanítás valami formában kapcsolódik az eukarisztiához, hiszen Krisztus megtestesülésének a titka. A megtestesülésben nyerjük el a megváltásunkat. Ez az alapja mindennek. Tehát az eukarisztiában kézzel fogható a megtestesülés és a megváltás, amit a megtestesülés által hozott el az Úr. Tehát minden lelki törekvésünk ehhez kapcsolható. Ezt szeretnénk elérni, vagy erről beszélünk sokat, ezzel kell foglalkoznunk, hogy ne torzuljon el az eukarisztia szemléletünk, se ne feledkezzünk meg róla, se ne valami rossz irányban ne menjen. Voltak ilyen időszakok, és mi nálunk a mostani elmúlt időszakban inkább megfeledkeztünk róla. Nem volt az ima életünk, az egyház életünknek kellőképpen a középpontjában, ebben is segít a eukarisztikus kongresszus. Hát erre figyelünk most, alakítsuk ki a helyes eukarisztikus szemléletet, értsük meg, hogy mit jelent Krisztus, a megtestesült Krisztus, hogyan léphetek vele kapcsolatban, mit tehetek azért, hogy a megtestesülés titka az én életemben valóságos legyen, ne feledkezzek meg róla. Erről szó most ez az eszendő, én abban bízom, hogy sok-sok hívőnek a lelki életében ez jelentős előrelépés, jelentős fejlődést fog majd hozni. Február utolsó szerdáján kezdetét vette a nagybőjt. Hamvazó szerdától 40 bőjti napon át a keresztények húsvétra, azaz Krisztus feltámadására készülnek. A templomokban hamvazó szerdán a szertartás részeként hamuval kenik meg a hívek homlokát, amellyel a mulandóságra emlékeztetnek, hiszen a világi dolgokról való lemondás a bőjt egyik formája lehet. Hamuval kenték meg a hívek homlokát hamvazó szerda reggelén. A tavaly virágvasárnapról megőrzött barkát égették el, és ezt a hamut szitálták át, majd áldották meg a lelkipásztorok, ezzel is emlékeztetve azokra a szavakra, amelyeket a hamvaszkodás során kiemelnek. Emlékezz, porból vagy és porrá leszel. Húsvétkor Jézus Krisztus halálát és feltámadását ünnepeljük, és erre ennek az örömhírnek a megünneplésére nagyon fontos az elcsendesedés, az önmagunkba szállás, a Jóistenre való odafigyelés, egymásra való odafigyelés. A nagybőjt erre hív bennünket, bűnbánatra, irgalomra, imádságra, elcsendesedésre. A nagybőjt kezdődött meg hamvazó szerdával. Hamvazó szerdának a nevében is benne van az a szép gesztus, amelyet hamvazó szerdán tartunk, hamut áldunk meg, és a megáldott hamuval a testvéreknek a homlokát keresztjelével megjelöljük, és közben azt mondjuk, emlékezz ember, porból lettél és porrá leszel, illetve térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez a gesztus, a hamu megáldása, a hamuval való meghintés arra hív bennünket, hogy emlékezzünk arra, hogy törékeny emberek vagyunk. Emlékezzünk arra, hogy halandó emberek vagyunk. Az ember fontos, hogy jusson mindig eszébe az embernek, hogy nem elég önmagának. Rászorul a másik emberre, rászorul Istenre. Az az ember, aki azt gondolja, hogy ő elegendő önmagának, az valójában nem értette meg, mi az, hogy emberlét.
mert emberségünkből fakad, hogy rászorulunk a másikra, rászorulunk Istenre. Tehát a hanvaszkodás szertartása egyrészt erre a törékenységünkre, egyszerűségünkre hívja fel a figyelmet, de a remény hangján, a remény jelével, mivel a hanvazószerdai evangélium, Szent Máté evangéliumából arra bátorít és arra hívja föl a figyelmünket, hogy van mennyei atyánk, aki a rejtekben is lát, aki gondoskodik rólunk, aki velünk van. Tehát a hanvaszkodás szertartása arra is hív bennünket, hogy jusson eszünkbe, hogy Istenre kell rábíznunk magunkat. Ő az, aki betölti a vágyainkat, ő az, aki gondoskodik rólunk, és így az embernek a töredezettsége, a végesség megtapasztalása nem egy maró fájdalom lesz, hanem arra való bátorítás, hogy bízzuk magunkat Istenre, aki a törékeny embert is szereti, aki a törékeny embert is oltalmazza, és akinek a fia, Jézus Krisztus megváltotta az embert, az örök élet örömét adva neki. Hanvazó szerdán az evangélium három gesztust is mond, három jelről is beszél, amely jelek segíthetnek bennünket a nagybőjt készületi során. Az első, amiről Jézus beszél, az az alamizsna, hogy ne tudja a jobb kezed, mit ad a bal, vagyis az alamizsna legyen egyszerű gesztusunk, ne hivalkodó gesztus. Az alamizsna nem csak pénzadományt jelent, az alamizsna az irgalmasság megélését jelenti. Az irgalmasság pedig ott kezdődik, fogalmaz Ferenc pápa, hogy a másik emberben észreveszem a testvéremet, és meglátom a testvéremet, és lehetőségem szerint segítek neki. Tehát az alamizsna az irgalmasság gesztusait fejezi ki. Adok az időmből a másik embernek, meghallgatom, meglátogatom, megvigasztalom, segítem, támogatom őt. Beteg, idős, magányos testvéreink felé elsősorban gondolhatunk az irgalmasság gesztusaival. Tehát a nagybőjt egyik első feladata, hogy törekedjünk a lehetőségünk szerint jót tenni, irgalmasoknak lenni, irgalmas gesztusokkal fordulni a másik ember felé, tehát testvérként. A párbeszéd, a meghallgatás, a találkozás kultúráját élve, gyakorolva, hogy Ferenc pápa is bátorít bennünket. A második gesztus, hanvazó szerda evangéliumi szakaszában halljuk az imádságot. Jézus azt mondja, menj be szobád rejtekébe, és ott imádkozz, mennyi atyád a rejtekben is lát, ő majd megjutalmaz téged. Az imádság során, ahogy György püspök atyánk tanítja, kapcsolatba kerülünk Istennel. Belekapcsolódunk abba a szeretett kapcsolatba, amely az Atya és a Fiú között van. Tehát az imádság az egy élő kapcsolat az élő Istennel. Jézus arra is hív bennünket, hogy noha az imádság mindig fontos, de a nagybőjt legyen kitüntetett időszaka annak, hogy szánunk időt az imádságra. Az egyéni csendes imádságra, közösségi imádságra. A harmadik gesztus pedig fogalmaz Jézus, az a böjt. Tehát a böjt, amelyet belülről élünk, és nem mutogatjuk a böjtöt, hanem a rejtekben törekszünk böjtöt gyakorolni. A böjt pedig nem csak azt jelenti, hogy lemondunk a húsételről, hiszen a keresztény ember nagy böjt péntekein nem fogyaszt húst, hanem azt jelenti, hogy lemondok valami megengedett dologról azért, hogy helyet készítsek magamban Isten számára. Nagyon fontos gesztus tehát, hogy a böjt az lemondást jelent, de nem öncélú lemondást, hanem hogy azáltal, ami felszabadul idő, energia a böjt lemondása során, azt az időt Istenre fordítom, azt az időt a másik emberre fordítom. Azt kívánom minden keresztény embernek, minden jó szándékú embernek, minden embertestvéremnek, hogy a nagybőjtben Isten ajándékát lássuk meg azt a lehetőséget benne, hogy tudjunk megállni, tudjunk elcsendesedni, tudjunk irgalmasság, jó cselekedetek gesztusai gyakorolni, tudjunk imádkozni, illetve tudjunk lemondani azért, hogy másokat tudjunk gazdagítani, illetve Isten szavát tudjuk befogadni. Az a tantörténet jut eszembe, amikor szalad egy fiatalember, és a bölcs megkérdezi, hová siet fiatalember? Futok a boldogságom után. Bölcs pedig azt mondja, nem gondolja, hogy maga mögött van a boldogsága. A nagybőjt arra ad lehetőséget, hogy tudjunk megállni, tudjunk magunkba szállni, mindezt pedig azzal a reménnyel, hogy Isten, ami irgalmas atyánk, akinek a fia értünk is meghalt és föltámadt, amit húsvétkor szeretnénk, különösen is nagy-nagy ünnepként megünnepelni. Erre való ráhangolódásként segít bennünket a nagybőjt.
Jézus szenvedés története, azaz a Passió elevenedik meg évről évre a pécsiek előtt a Tettye Parkban. Az előadásnak bárki a részese lehet, ugyanis az idei ifjúsági Passióban minden eddiginél nagyobb részvétellel szeretnék bevonni a közönséget a történetbe. A különleges darab próbáit február elején kezdték meg, de még mindig várják azokat, akik szeretnének aktív részesei lenni a virágvasárnapi előadásnak. Jézus, az őt elítélő Pilátus, a 12 apostol, Mária és Veronika. Mind itt vannak a Katifi nagyszereplő válogatásán. A pécsi egyházmegye ifjúsági referatúrája idén is megkezdte a próbákat a hagyományos virágvasárnapi előadásra. A hitünknek a központi titkáról van szó. Tulajdonképpen ugye Jézusnak a szenvedése, kereszthalála, és ezáltal ugye megváltás, természetesen a föltámadás hitétől lendítve, ez az egész egy nagy üzenet a világnak. Virágvasárnap minden templomban felszoktuk olvasni a szenvedéstörténetet, de a mai kornak még inkább megfelel az, hogy ne csak felolvassuk, ne csak a fülünk hallja, hanem tulajdonképpen beleéljük magunkat. Az evangélium az nem csak a múlté, hanem az evangélium az most is történik mindannyiunk életében, és ebbe hív be minket az ifjúsági Passió. Nyilván a célunk ezzel az, hogy különösképpen a fiatalságot megszólítsuk, és őket vonjuk be ebbe, hogy mi alkossunk valamit közösen, egy közös, mint közösség, egy csapat, egy utat járjunk be közösen, és ebbe hívjunk meg másokat is különböző szinteken. Van, aki az elejétől végig ott van, van, aki igazából csak a végén kapcsolódik be, valaki pedig nézőként van jelen, de a lényeg mindenki esetében az, hogy meg tudjuk őket hívni, vegyenek részt az egészben. A Passió történetet hagyományosan virágvasárnap adják elő a Katifi tagjai és a hozzájuk csatlakozó szereplők. A résztvevőknek nem kell profi színésznek lenniük, hiszen az a legfontosabb, hogy a történelmi korba helyezkedve megértsük Krisztus áldozatát. Gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehet közelebb vinni magát a Passió történetet az emberekhez, hogy van egy tapasztalatunk, hogy a négy fal között a templomban elhangzik egy Passió történet a szentmiség keretein belül, de hogy ehhez úgy testközelből nem tudunk kapcsolódni. És amikor ott vagyunk a Passió alatt, a Tettye Parkban, akkor meg tudjuk érinteni Jézust. Látjuk, ahogy halljuk, ahogy beszél, látjuk a környezetet, halljuk hangokat, az illatokat, és hogy nagyon közel jön hozzánk a dolog. Ráadásul úgy, hogy a szereplők odalépnek az ott lévő emberekhez, és hát, hogy így interakciók által is bevonják őket. És egészen más átérésre van lehetőség, hogy mi is a történet részesei vagyunk. Az előadást idén a keretalkotó csoport szervezi. A próbák során a tavalyi ösztöndíjasok segítik az alkalmi társulat közösséggé formálódását. Idén egészen más oldalról közelítünk, nagyon nagy fókuszt helyezünk arra, hogy a jeruzsálemi népet bevonjuk, élénkítsük a nézőket, akik majd ott jönnek áprilisban, eljönnek megnézni, azokat valahogyan be tudjuk vonni, és különböző eszközökkel érzékenyítjük a fiatalokat, akikkel együtt fogunk dolgozni, és ők majd valamilyen módon bevonják a nézőket. És ettől lesz élőbb, valóságosabb, és azt gondoljuk, hogy ezáltal egyszerűen többet tudnak hazavinni azok, akik eljönnek pusztán megnézni, mert ez egy jó program vasárnap délután, szóval meglepetéssel próbálunk előrukkolni. A hagyományos ifjúsági Passió előadást minden évben tömegek követik virágvasárnap, azaz a húsvétot megelőző vasárnap délutánján a Tettye Parkban. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, legközelebb egy hónap múlva várjuk Önöket Pécs legfontosabb vallási eseményeinek összefoglalójával. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!